Csász. Sziasztok! Ma egy újabb, hát szerintem ismeretlen, ilyen olcsó játékkal fogunk megismerkedni, kipróbálni. Pár euró volt a sztorban. Punch Club a játék neve. Ez egy régi, pixeles stílusú játék, ahogy elnézem. Ismeretlen játékról van tehát szó. Retro F, megnézzük mindjárt beállításokat. Retro Effect. Kibe kapcsolva. Aha, igen, ez... Ez a full retro. Zenét egy kicsikét így lejjebb veszük, nehogy aztán valaki belekössön. Nézzük a nyelveket. Csak angol van. Itt van velünk Gáboros is. Itt figyel mellettünk, kommentálja az eseményeket. Na és akkor... Játékot valami Lazy Bear Games alkotta. Hát kezdjünk akkor egy új játékot. Így. Banana Joke vagyunk. Szóval jöjjünk Banana Joke és... Super Easy Mode, Normal Mode. Majd, normálan, hát... Normál módon elkezdjük. Nem tudjuk, miről szól a játék. Ó, valaki nagyon... keményen edzi, és azt mondja a kicsiknek, hogy valaha, hogy valamikor ők jobbak lesznek, mint ő. És vigyázzanak az amulettjeikre. És hívja az anyjuk, úgyhogy... hősünk... elhúzott valahova. Oha, tudom, most sose hallgattál rám. Ha ősünket lelőtték. Ne sírj, fiam. Erősnek kell lenned, erősebb, mint én. Ígérd meg, hogy keményen fogsz edzeni, és ha eljön az időd, akkor készen leszel. Nagyon sír. Te gyerek, egyedül vagy. Mint én. Apád bajba hagyott. Majd én gondoskodok rólad, oké? Hát ez tiszta Batman, gyerekek, hát szó. A Batman az ugyanilyen volt, nem? A Batman az ugyanilyen volt. Na nézzük, azt mondja, hogy... ellen tudunk... kemény gyerekek vagyunk. Na azt mondja, hogy fel kell venni a telefont. Hello? Még mindig alszol? Itt van időnk. Valami tervről beszélt, nem tetszik a terved. Na azt mondja, hogy nem ad nekünk egy fityingecset tovább. Hanem keressünk magunknak melót. Valamit... így tudunk járkálni. Most az ajtóhoz kell menni. Azt mondja, hogy... edzeni kéne egy kicsikét. Ez szuper autó, szuper izi autó van? Gyerekek, ez a szuper csapatnak az autója. Erősek vagyunk. Kajálni kéne valamit, ott fent vannak ilyen csíkok, azt mondja, hogy szívecske, kaja, jó kedv, energia szerintem. 35 pénzünk van, első nap. Azt mondja, kéne valami kajának lenne a hűtőben. Szóda, pizza. Ad nekünk 10 életet, 17 kaját, meg egy egészséges.
akkor együnk ilyen pizzát. Jó, köszönöm, keresünk melót, meg kell nézni az újságot. Megnézzük az újságot. Azt mondja, nem a legjobb meló, de csináljuk. Aha, ezzel kell megnyitni ezt a izét, menüt. Persze ki nem írja, hogy micsoda, de... ez nem is egy ilyen akármilyen kis izé. A grafikailag bugyuta izé, retro stíl. De tiszta jó. Azt mondja, hogy üzletünk van, ahol tudunk venni kaját, stb. És egyelőre melónk van. Hat kilométer. Így mehetünk busszal, vagy gyalog, ami három időt vesz el. Nem tudom, ez a három idő. De megyünk busszal. Valaki el akarja szedni a cipőnket, gatyánkat, motorunkat. Haha, nem öcsém. Harcolunk. Na. Azt mondja, most ki kell választanunk a skilleket, amiket majd bunyó alatt fog emberünk használni. És azt mondja, hogy vannak offenzív, defenzív, etc. Oké. Aktív skill. Balance taktik. Banana Joe. Hát mink eléggé gyengék vagyunk. Úgy láttam, hogy az csak ilyen 1-1-1, ha jól látom. Emberünk pedig ilyen 8-5-3-as. Hát... igazából tudunk ütni. Meg blokkolni. Hát ennyi. Harcoljunk! Ujj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 
Emberünk, óha, inkább futni kellett volna, én úgy veszem észre. A lecsaptak, mint a taxiórák. A nézd, még statisztika is van a bunyóról. Szia, HP, energia. Ez... mi vagyunk a... zöld? Sárga? Sárga, az még ott a zöld. 57. Hát... keményebben kell. Keményebben kell harcolni. Ó, valaki látta az első bunyónkat. Na, azt mondja, hogy egy kicsikét... csont és bőr vagyok, de gyors. Á, nem vagy egy erős gyerek, de... de gyors vagy. Nem biztos. Ó, oké, kaptunk egy új cuccost. A bácsival beszélnünk kell az ajzével. Ezt a mikket. Ó, és mi valami feladat is adott nekünk. Apunak a üzletét is meg kell látogatni. Hát, amink megyünk, először melózunk. Én mindig nem voltunk melóba. Na, és mindig, amikor befejezzük a melót, kapunk 50 dollárt. Oké. Okay. Dünk, 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 dünk.
Hát a cipőnk is megyen felfelé, az erőnk is megyen fel. Ó, megéri dolgozni. Megyen felfelé ezek a színes csíkok is. Hát a kajánk ma megyen lefelé. Vége az első napnak. Elvesztettünk 99,9 izét, de kaptunk másból többet. Ó, és nem tudunk többet dolgozni. Nem baj. Na, jó, azt mondja, hogy kajak kell. Ez a Mix Office. Grocery. Megyünk üzletbe, veszünk valamit. Most megpróbálunk gyalog menni. Na, egész ügyesen. Elértünk oda. Ó, és találkoztunk a apuval is. Úgy hívja, hogy apu. Á, itt tudunk jönni-menni. Az a apu. Na nézzük, mit tudunk itt csinálni. Viktoriának kérdezi, hogy az apja nem halt meg. Ez nem az apja. Hanem őt úgy hívják, hogy apu. Hát igazából nem tudunk is semmit csinálni. Csak a apuval tudunk beszélni. Akkor először is beszélünk erről a Micnek valami, nem tudom miről. Hús szállítmányról. Azt mondja, hogy elintézi. Oké. És most pedig veszünk valamit. Húst veszünk? A hús ez drága. Pizza. Szódánk van ott, ha nem veszünk szódát. Veszünk csak ilyen pizzát. Ó, veszünk belőle. Így, négy pizzához négy szóda. Oké. Na, hol kell kimenni innen? De valahol csak ki lehet menni. Na de nem tud, hol menjünk a térképre? Aha, így, aha. Na most megnézzük, hogy mik vannak ide leírva. Ez a figura. Ó, ezek vagyunk mink. Egy pizzát tettünk már. Nem futtunk. Na jó, azt mondja, hogy ez micsoda. Aha, ez ma valami versenysorozat lesz, itt még nem tartunk. Story. Mi ez a story? Aha, ez ma valami story. Aha, volt első bunyónk. Oké. Okay. Ezt még majd meg kell látogatnunk. Ez mi az a fa? Aha, tudunk ilyeneket, de nincsen olyan sárga valamink. Nem tudunk szerezni, mert kell hozzá egy darab olyan sárga valami. Igaz, hapci. De nekünk viszont nincsen olyanunk, Gáborusz. Nullánk van. Ezeket meg még itt... Na jó, és akkor menjünk a térképre. Hát eljövünk Mikhez. Gyalogolunk. Aha, ott megyen egy olyan tük-tük, hány, izé. Egy perc, aha.
Húha, hogy még sokat tud a bunyóról. Na jó, és most mi van? Beszélni kell a Mikkel. Na beszélünk a Mikkel. Ó, azt mondja, hogy van bennem valami, és bajnokot tud velőlünk csinálni. Hosszú út. És meg kell tennünk az első lépéseket. És van itt egy ilyen amatőr bunyó bajnokság, ahol bunyózhatunk. El kell mennie a Silvers tornaterembe, és kicsit dolgozni kell magunkon. Ó, és hogyha nincsen pénzünk, akkor jöhetünk hozzá, és ő ad kaját nekünk. Na nézzünk szét, hogy van itt valami. Ó, tényleg nincs a Technius jelmezek. Na és akkor tudunk itt valamit csinálni? Nem tudunk semmit, sehova sem menni, itt csak amikkel tudunk beszélni. Egy kis kaját. Tudja, hogy van pénzünk. Akkor nem tudunk kaját kunyerálni tőle. És ez a másik. Ez semmi. Na jó, akkor megyünk vissza haza. Pihenünk. Két perc. Na jó, akkor kajálni kell. Meg iszunk is egyet. Na és itt mit lehet csinálni? Hát nem nagyon fedeztük még fel. Itt mi lehet? Megyen le a kaja. A jó kedvünk az megyen felfelé. Ennyi. Itt tudunk aludni. De alszunk egyet. Megyen le a kajánk. Hú, valahogy... Hát, de nem tudunk aludni, mert éhesek vagyunk. Meg kell lenni az összes pizzát. Húsit kellett volna venni. Nem baj, megisztuk a szódát. Jó van. Na, gyerünk egy kicsit ide át. Megnézzük, hogy itt mik vannak. Hát, semmi. Nem lehet autózni. Hát itt tornázunk el. Ó, nézzétek, egy kezes fekvőtámaszt nyom a figura. Nem akármi, a csóka. De majd megyünk. 40-39. Majd megyünk, de először egy kicsikét meg kéne erősödnünk, izmosodnunk. Na jó van, ennyi volt. Megyünk melózni. Na gyerünk, gyerünk, öreg. Ó, el van fáradva.
Tovább 78. Sétálunk. I see you like pizza, I'm up. Ó, azt mondja, hogy izé. Á, most megérte pizzát enni. Mert most kapunk jobb melót. Aha. Á, igen, most húsit veszünk. Mennyit? Kettőt? Hármat? Á, nem, igen, elfogy a pénzünk. Ja, így veszünk ennyi szódát, jó van. Oké, és akkor most megyünk haza. Majd megyünk ide is. De ma... pihenni kell. Jó, ez most nagyon nem volt produktív nap. Na, energia, gyerünk. Á, ma felébredt, mert éhes. Na, akkor együnk. Mennyi kaját ad? Ó! Oh! Na, tele is vagyunk. Á, ma nem iszunk. Hanem megyünk erődolgozásba. Ah, kaptunk 50 dodót. Persze. Oké. Na, megyünk ide a kávézóba. Lesétálunk. Megnézzük, hogy ez milyen meló. Na, ezzel kell beszélni. Na, jó van. Ja, azt mondja, apu mondta, hogy van felvétel. Készi vagyok. És valaki kell, aki kiviszi a pizzát. Azt mondja, hogy jól hangzik. Megkérdezzük, hogy mi újság Casey-vel. Azt mondja, hogy minden, ami kell neked, az kés. Kés, kés, kés. Nem vagyunk kajásak. Na, kiviszünk egy pizzát. Ó, ez a 30 izé. És csak az energiánk megy el lefelé. Na, hát ez nem jó meló. De ebben melóba kevesebbet is keresünk, mint a másikba, és nem is erősödünk. Ó, kéne majd kis szórakozás is. Kajázunk el. Mély ma nincsen? Na, az elég. Iszunk szódát. Nem, van pénzünk. Na, nézzük. Igen, de megy el lefelé a kajánk. Na, jó van, gyerünk! Van 130 dodónk. Igen, most megyünk
Ide. Hó! Azt mondta Mik, hogy itt edzhetek. Big Mik. Azt hittem, hogy már nem foglalkozik boxsal többé. Silver vagyok. Azt mondja, megpróbálhatod itt, hogyha akarod. Megpróbálok valamit tanítani neked. Mik szerintem beszélt neked a kezdő ligáról. Úgyhogy megpróbálhatod. Úgy néz ki, mindenki tudja, hogy kell bunyózni. Szeretnék kesztyűzni velem? Persze! Na, van ma valami extránk? Nincsen. Azt hiszem. Na nézzük! Szerintem legyőz. De azért már erősödtünk mink is valamit, nem? Bum bum. Második menet van. Na, az első menetet túléltük, mit akartok? És né, nekünk 77 per 100 van, neki csak 60 per 100. Az nem tudom, mit jelent. Az a energia szerintem. Na, ma túléltük a második menetet is. Harmadik menet. Na, gyerünk! Védekezett. Vesztettünk, nem baj, de túléltük. Na, tuti. Elébb üttünk 92%-ot, a 51%-os pontos volt. 62%-ba védekeztünk, és 70%-ba sikerült is. A Silver. Ütött, rúgott, mindent csinált, elhajolt. Na, azt mondja, nem rossz, de nem vagy formában. Na, edzhetünk itt a teremben, de nem ingyen, viszont kedvezményt kapunk. De kapunk kedvezményt, úgyhogy nem kell teljes árat fizetni. És el kell érnünk az ötös szintet valamiben. És beiratkozhatunk. Egy bunyóra, ha akarunk. Ez itt micsoda? Nem akarunk. Ez itt mi? Az valami névtábla. Silver. Handpass training. Nem tudunk átmenni. Itt lent át tudunk menni a másik oldalra? Nem. És ez az ajtó itt micsoda? Ja, itt kell bemenni az edzőterembe. Óha. 10 dodóba kerül. Hűha. Miket lehet itt csinálni? Csak kipróbáljuk. Ez a zöldet meg a kéket viszi. Szerintem erő lesz. A zöldet meg a pirosat. Hát a piros... Azt szerintem... nem tudom. Zöld meg piros. Ma kettes vagyunk. Jó van, futunk? A futás az mit ad? Zöldet.
És ez? Az a erőt adja. Ez keményen erősít. Nekünk a kék kell. Mi az a kék? A kék meg zöld. Akkor az a gyorsaság. És a kék az mi lesz? Akkor az a kitartás lesz. A kaja kell nekünk, elfogyott az energiánk. Itt lehet venni? Ó, protein bar kell. 15-ét. Á, de csak ez ad sok kaját. Hát még ez se ad sokat. Na, jobban megéri kimenni valahova, kajálni és visszajönni. Itt mit lehet csinálni csávukkal már? Semmit? Az a muszklit fejleszti. Upcoming fights, Rookie League. Ah, ez nem érdekes. De a kékbő. Nekünk a kék kell. Ez nem ad kéket. Hát pont azért, mert nem eszünk. Ó, ebből elég volt. Á, ez a kéke, hát. Puff, puff, puff. Üssed. Puff, puff, puff. Na, szerintem egy kézzel. És olyat is lehet? Nem lehet. Na jó van, megyünk, mert nincsen több kajánk. Na, menni kell kajálni. De ott nagyon drága, megyünk pizzára. Hát, mert annyit elküldöttünk kajára. Á, semmi újság, azt mondja. Rendelünk pizzát. Ilyen rendes a tehe. Plutty. Hát éppen... Na csak rendelünk ilyen speciális pizzát. Aha, speciális pizza. Nem kell. Na jó van, együnk. Hát egy kicsikét akkor megyünk, kiszállítunk pizzát. Keressünk egy kis pénzt. Hát az le. Megyünk, veszünk húsit. Ajajaj! Épp rabolja ki aput. Nothing. I think that if you can't. Az elsőt, megakadályozzuk a rablást. Már erősek vagyunk. Ah, itt az idő, hogy szétverjünk egy-két segget. Szétrúgjunk.
Hát, viszont kitartó. Nem erős. Ugyanolyan gyors, mint mink. Na nézzük. Energia. Aha, a narancsarg lesz az energia. A zöld az meg az élet. Akinek hamarabb lemegy a zöld, szerintem. Húsz menetes. Ó, azt leverjük a csávót. Ezt leverjük. Na, gyerünk, nyomjad neki, kettő. Na, elég lassan bunyózik. Hát ott erő kell nekünk. Meg kell erősödnünk. Hát ezt ma most le kell vernünk. Visszament neki egy kis energia. Hát 20 kör alatt kell leverni őt. Hát mindjárt kiütjük. 8. Mi van neki 8 energiája? Vagy 8 élete? Hat. Öt. Három. Kettő. Puff. Ha! Ezt lenyomtuk. Ó, megakadályoztunk egy bűntényt. Ó, megköszönte apu, hogy megmentettük. Azt mondja, hogy emlékeztetjük egy régi barátjára, aki nagymester volt. Na jó van, most már adja nekünk kaját. Na mi az? Na csak nézzük meg. Ja, még mindig nincsen ilyen, hogy hívja, hogy lehet olyan cuccos szerezni? Nyerni kéne valami bunyóba? Aha, nézzük csak, itt ma van egy. Ez micsoda? Pizza Eater. Aha, most megint menni kéne ide. De nem, ezt ma hogy hívjálkoltuk. Ezt is ma megvan? Nem, ez itt a sztori, hogy mit kell csinálni. Még itt ezzel kell majd, itt még van egy kérdőjel. Szerintem ez a speciális pizza. Á, ez a liga. Na már van valami. Type Score League. A feliratkozás holnap kezdődik. És 12-ek vagyunk. Nézd, Banana, itt vagyunk, Banana Joe. És van itt a Song Mo, ő csak egyes. Matches. Valahogy fel lehet iratkozni. Na majd hazamegyünk most először is.
Útközben megállunk itt a pizzériába. Megkérdezzük ezt, hogy van-e speciális pizza. Azt mondja majd később. Megkérdezzük, hogy mi újság van. Ó, azt mondja, hogy egyszer majd elköltözünk Ciprusra. Na jó, megyünk haza pihenni. Ah, lett egy macskánk, aki enni akar, ősiéhes. Szóval van ott egy érdekes kártya. Ma vajon mi lehet? Ez még nem volt itt. Úha. Úgy néz ki, mint egy tévé. Megpróbáljuk, hogy mi ez. Hogy került ide ez a... ez a... aktatáska. Ó, most be tudtuk kapcsolni. Hát... kamera? Na most meg már nem is lehet vele semmit csinálni. És ez a szekrény. Na jó, akkor edzünk egyet, amíg el nem fáradunk. Ez a zöldet viszi fel meg a kéket. Egy kicsit a pirosat is. Egy kicsit a boldogságot is. A kék zöld már 3. Uff. Na jó van, elfáradtunk, menni kell aludni. Hát először akkor enni kell. Hát csak egyet vettünk. Nem lehet neki inni adni a macskának, úgyhogy nem tudom. Nem lehet. Na, aludjunk. Ja, kialudjuk magunkat. Na jó van, akkor megyünk. Megyünk ide a kávézóba, először is. Nem lát itt semmit még mindig, csak amikkel lehet beszélni. Vagy a Casey. Speciális pizza? Ah, még mindig semmi. Akkor viszont menjünk melózni. Á, menni kell melózni, mert nincsen pénzünk kajára. Hát ma megint enni kell. Megyünk, eszünk pizzát. Nincsen ott. Megyünk, igen, megyünk. Megyünk még Mikhez. Beszélgetünk vele. Ó, micsoda motor. Ez nem volt itt ez a motor. Tényleg? Nekem nem rémlik. Na, szevasz, Mik. Hmm.
Ah, igen, de nem tudtam, mi van motorom, akkor ez az enyém. Na, akkor megyünk ide. Sétálunk. Feliratkozunk a bunyóra. Hadd lát ide felizéni. Valahogy fel lehet iratkozni. Na mindegy. Jövünk edzeni. Most erőre edzünk. Melyik az erő? Ez ehe? Na. Úgyhogy ettem pizzát egy csomót. Bizony. Na és most itt edzünk keményen ehe. Ó, ebből elég volt. Akkor most ilyet. Á, ez az erőt nyomja felfelé. Á, lánc van a derekára kötve, azon lóg a súly, és úgy kell magát kinyomni. Ó, beszélgetünk a csajjal is, ehe. Hogy mint? Na, megyünk még boxolni. Puff, puff, puff. Hát nem igazán. Még ezt kipróbáljuk-e? Igen, ma négyes erők vagyunk. A többit is fejleszteni kell. Mindjárt elfáradunk, és kajázni is kell. Na még egy kicsit egy ilyet is, bum bum bum. Ah, éhesek vagyunk. Na jó, akkor megyünk. Ah, üdvözöllek, én hősem. Na, adjál nekem musit. Mennyi pénzünk maradt? 6 pénzünk maradt. Ó, na akkor eszünk egy szódát. Jó, és elfogyott a pénzünk, úgyhogy most megyünk a mikhez. És kérünk tőle kaját. Na, szuper, köszönjük. Igen. Valami kaját. Nem tudom. Ez megint megyen ez a gép. Ez nem tudom, ez valamire való, ez a bőrönd. Kamera. Ah, valami történt. Ah, és kirabolták a izét. Valami állatmaszkos emberek. Ah, kár, hogy nem voltam itt is. És nem voltam itt, és nem tudtam segíteni. És a legfurcsább az volt, hogy az összes macskakaját elvitték. Na, most segítünk neki legalább feltörölni, feltakarítani.
Nem kaptunk semmit, de hadd lehet feltakarítani. Gyorsabbaknak kell lennünk. Igen, ha valami van, akkor jelz, hogy hol volt a gond. Ez valaki hív minket. Halló! Hé, kölyök! Valamit fókuszálni kéne. Valamire fókuszálni kéne. Nem tudom mire. Csak ezek vagyunk mink. Nem tudunk semmit adni a macskának. Hát mert oda mentünk a macskához és nem világít. Hát, mert hogyha valamivel lehet valamit csinálni, akkor ez így világít. De. Látod? Na, ettünk, ittunk. Pénzünk az nincsen. Úgyhogy itt edzünk. Nem csapott be. Kezdődik a feliratkozás a bunyóra. De még eddig edzeni kell. Hol? De igen, de fizetni kell nekünk, mert nincsen pénzünk. És már nincsen kajánk se. Elfogy az izé. Nem megunta. Éhesek vagyunk. Aha, itt van, most lehet feliratkozni a harcra. Oké, feliratkoztunk. Két nap múlva lesz a bunyó. Singmóval fogunk harcolni. Nem tudom mi az. Nem ez a pontjai, hogy hány pontja van. Négy pontja van neki. Nekünk meg nulla van. Na jó, megyünk. Megyünk mikhez, hogy adjon nekünk kaját. Köszi. Adott, igen. Akkor most megyünk edzeni? Megyünk egy kicsit. Ha 15-ot kéne fizetni, de nincsen pénzünk. Ó, azért meg 20-at kéne fizetni. Hát akkor megyünk inkább ide. Dolgozni. Itt kapunk valamit ezért is. Ez erőmunka. Úgyhogy itt erősödünk is, meg több pénzt is keresünk. Oké. Megyünk, veszünk kaját. Erősebbek vagyunk. Hát nem lehet macska kaját se venni. Na, vegyünk húsit. Kettőt.
Energiaital. Pizza. Nem, már 14 ladónk van, és még egy csomó mindenre kell pénz. Na most akkor megyünk haza. Most nem. Na, alszunk. Felkelt a cica? Hát, de látod, nem lehet vele semmit csinálni. Nem lehet. Oké. Energiaital. Na jó van, erősek vagyunk, mint a fagyott kutyagumi. És akkor megyünk. Megyünk, idejövünk. Megkérdezzük ezt a spéci pizzát. Ah, majd később azt mondja. Ah, de ott szállítunk. Jóiság. Ah, jó van. Nem pizzázunk, hanem akkor inkább dolgozunk. Vagy megyünk erősíteni. Ah, talán 10 dadó. Na, mi kell nekünk? A gyorsaság. Most ugrókötelezünk így ehhe. Ó, most lesz a bunyó. És hadd lesz, hogy kell bunyózni. Ki tudja. Á, most lehet úgy azt mondja, hogy fight. Oké, akkor bunyózunk. Na, gyerünk! Kezdődjön a harc! Húha! Csávókám! Jobb, mint mink. 71-70... Húha! Mert leverjük mindjárt. Ú, 7-es kombó. Ez csak itt egy. Egy, ójaj, dupla kombót. Elhajoltunk. Levédtük. 6-os kombó, 7-es kombó. Nekünk kevés az energiánk, ehhe. Na gyerünk! Csak az energiánknak kéne, hogy kitartson. De valahogy... Bom, bom, bom! Na gyerünk, még 15 van neki. Na talán csak kibírjuk még energiánkból. Na nekünk már csak 10 energiánk van. Á, és... Hát, nem tudom, hogy... Megyen lefelé az energiánk. Hát, kiütött, felálltunk. Na, gyerünk! Puff, ez az! Kiütöttük. Jó van.
Na, ma kaptunk három olyan, hogy hívják ott? Három narancsárgát. És 35 pontunk van. Na. Tudunk rúgni. De sok energia kell hozzá. Ó. Ilyen kell nekünk. Ugye jobban tudjuk majd dizéni. Details. Ez egyes skillekről többet fogunk tudni. Jó. High kick, high punch, low kick, uppercut. Itt vannak ilyen izék is, ma... Nézd, a simple... Energy efficient. Van valami harc. Ott valami szem. Meg... 1 plusz 0,7 egyenlő 3. Nem tudom, mik ezek. Ilyen kell, hogy el tudjunk hajolni, vagy rúgni. Na de úgy sincsen nekünk, csak hogy hívjakunk. Na de figyelj, most hiába tudunk megvenni. Hogyha... Hol van? Ebbe? Majd 3 nap múlva. Nem tudom, mik ezek. Ott van egy szem, meg egy villám, meg valami fal. Nem tudom, hogy ezek mik. Nem igazán van segítség hozzá, hogy tudjuk, hogy mi mit jelent. Songmót megvertük. Na jó, akkor... Menjünk a kávézóba, nem, meg kell kérdezni, hát hogyha ma most lehet ezt a speciális pizzát. Ami mindig nem lehet. Akkor átmegyünk ide. Semmi, itt sincsen semmi. Akkor átmegyünk ide. Itt sincsen semmi. Itt nem lehet edzeni. Akkor elmegyünk haza. Hát a villog a táska. Nem világít, viszont szól a telefon. Hello! Látom, elkezdtél harcolni. Az jó. Ott hagytam valami régi harci újságot az asztalon. Hogy kell rendesen edzeni? Aha. Azt mondja, ne próbáljunk meg mindenben a legjobbak lenni.
hanem próbáljunk meg egy pontra, egy valamire fókuszálni. Hogy ez vagy az erőre, vagy az ilyesmire. Erő. Ha erősek vagyunk, akkor nagyobbat tudunk ütni, és kevesebb energiát. Ja nem, de több energiát fogyasztunk a meccs alatt. Agility. Pontosságot növeli. És segít elkerülni az ellenség támadásait. Stamina. Na, azt mondja, training strength. Stamina. Agility. Ilyen agility-t fogunk, a középsőt fogjuk majd izélni, a kéket fogjuk. Kéket fogjuk cuccolni. Nem erősek akarunk lenni, hanem gyorsak. Puf, rugalmasak. A rugalmasak tudnak aztán spéci rugásokat, ütéseket csinálni, meg ilyesmiket. Aki erős, az csak úgy csinál, hogy bum, 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 és üt. És rúg. Na, megyünk először is dolgozni, mert nincsen pénzünk. Ez erőmunka, igen. Két nap múlva lesz a harc. Na, úgy írtak, hogy kettő. Na jó, akkor mivel is lehet a kéket? Ah, ezzel lehet a kéket, kéket meg a zöldet. Na, ez kell nekünk. Ó, nem a... Nincs energiánk. Ah, igen, energiaital. Hát nem sokat adott. Na? Gyerünk, gyerünk! Na, nekünk ugró kötelezni kell. Megint álmos. Na, akkor gyerünk haza aludni. Egy fene. Világít a lámpa. Holnap lesz a meccs, látod? Éhesek vagyunk. Megettük a két fogyasztott pizzánkat.
És aztán ide itt nem lehet csak izélni. Itt mind a hármat. Jó van, na hova megyünk? Kajásak vagyunk. Megkérdezzük a speciális pizzát. Ez még mindig nincsen. Jó, akkor viszünk egy kis pizzát. Ó, nem is kell. Eszünk pizzát. Na, még egyet bevágunk. És akkor megyünk tornázni. Megyünk edzeni. És most mire is edzünk? Ez erő. Ez erő. Igen, ez csak hogy hívják al? Ez csak kéket ad. Ez csak zöldet ad. Ez meg mind a kettőt, sőt még egy kis erőt is ad. Ez több kéket ad, vagy ez több zöldet ad? De nagyon lassan megyem fel az a kék. Akkor még egy kicsikét edzünk. Jó van. És akkor harc. Na, ez már kemény dió lesz. Na jó, akkor harcoljunk. Hatos kombót nyomtunk, aztán most egy hármasat. Uha. Hát. Hatos kombót kaptunk. Ajajaj. Na gyerünk. Reméljük, hogy energiánk az kitart majd. Á, de ha lemegyen az energiák, akkor mindjárt lefekszünk a földre. Ha nekünk találni kéne, el kéne őt találni, hogy bum bum. 37-44, több neki a energiája. Hát jó, de a HP, hogyha nincs energia, akkor nem tudsz HP-t levinni. Ha nincs erőd, akkor nem tudsz ütni, nem bírsz ütni. De azért harcolunk. Csak sokat ütünk mellé. Mindjárt lefekszünk-e, mindjárt kiütnek. Ugye bum bum, pof. Na de felkelünk, mert van még HP-nk. Csak energiánk nincsen, csak aztán nehogy... Na, hú, ezt megúsztuk. Na, gyerünk! Két hatos kombót. Öt, ez az, hát... Na, majd még egy...
négyes, hármas kombó, milyen kombó szokott lenni? Kettő, na még kettőt. Ah, megint lefeküdtünk. Kaptunk megint egyet. Üssé. Ujjjjjjj. Hatos kombó. Na, hát ez nem sokan múlott. Ez nem sokan múlott. Nem sok, nem sok. Éppen hogy csak győztünk. Na jó. Fejleszünk. Nem nevezünk be. Akivel kéne versenyvel ezéni. Őt lenyomtuk. Már itt vagyunk fent. A következő ez a Bill Spark. Hát ott, meg neki ott négy, hogy hívják, -e van? Neki négy valamije van. Nekünk nincsen, csak kettünk. De nem tudunk fejleszteni. Melyik is ez, hol van ez a könyv? Aha, nézd csak, itt van valami. Ez mi? Aha. Itt van valami, ez micsoda? Training result. Aha, valamiből ötöset kell elérni. De ilyet is, ilyeneket is lehet ehhe. Magas rúgás. Ez micsoda? Ezt is lehet választani. Na várjunk. 393. 3,5. Aha. Na tudunk rúgni. Meg elhajolni. Powerful. Does not require much agility. Ah, ez nekünk nem kell. Ah, több energia kell. Nekünk meg kevés energiánk van, nekünk az a baj. De hiába vesszük meg, még csak kettő tudunk betenni, mert kettő üres helyünk van. Érted? Majd akkor, hogyha lesz... Ó, nem jegyünk be, mert mindjárt elfaradunk. Megyünk haza. Megint csörög a telefon. Hello! Oha, szuper. A garázsba tudunk majd edzeni, és nem kell menni a edzőterembe.
Szuper. Na, akkor meg is nézzük. Hát nincsen. Pedig azt mondta, hogy a garázsban van valami. Vagy lehet venni valamiket? Valamit mondott, hogy ha lesz elég pénzünk, akkor vehetünk a garázsba mindenféle felszerelést. De honnan tudunk venni valamit? Szia, macska! És még nappal van, el kéne menni valahova. Egy kicsit lefekszünk. Kell kaja. Ó, itt lehet venni valamiket. Aha, ez az üzlet, ahol tudunk venni. Na, jövünk először is, kajálunk. Oké, maradt 10. Maradt 10 dodónk. Na, kiviszünk egy kis pizzát. Hát az rengeteg, hogy hívják, ott elvesz. Na jó, most megyünk haza, lehet, hogy most már fog a táska világítani, mert sötét van. Ah, nem világít. Na, akkor alszunk. Na, most nem iratkozunk fel, nem fogunk harcolni. Hanem megyünk és veszünk. Ó, Proper. Ha, ez Mr. Proper. Ú, de sok pénz kell hozzá. Ajajaj. Hát ez nem túl jó. Nekünk ilyen kéne, ha? De legjobb ez lenne. De 250 pénz. Honnan szerzünk annyi pénzt? Dolgozni kell. Dolgozunk. Ez van. Kerestünk 50-et. Az erőt veszítjük is el. Na, együnk pizzát. Na és már is ettük a pénzünket, nem is maradt pénzünk. Ez a pizza az nem jó. Valami mást kell kitalálni kajálásra. Világít a izé. Na, hol van valami?
Tunk. Aha. Valami doki. Valami doki bűnöző. Valaki ellopta ezét. Itt is kirabolták a dokit. Valami állatmaszkos figurák. Na és nem hívta a zsarot. Húha. Na, hát ez így bukta. Valami állatmaszkos figurák lopkodják a cuccokat. Maskakaját. Meg valami most valami lézert. Na mindegy, alszunk egyet. Vesztettünk egy csomó izét. Edzenünk kell. Na jó van, megyünk dolgozni. De először kajálni kell. Ó, el is fogyott az összes pénzünk. Na, akkor eszünk egy ilyen húsit, és megyünk dolgozni. Kell a pénz. Megint nem szereztünk semmit, és ma erőnk is visszament 2-re, 3-ról. Úgyhogy nem edzünk, és akkor elfogy az erőnk. Hát... majd veszünk edzőgépet. De ahhoz pénz kell. Na, 22. nap, utolsó napunk. Beugrunk ide a üzletbe, veszünk húsit. Ezt éri meg a legjobban, 20 pénzért 40 kaját kapunk. Így, 6-ot. Hazamegyünk. Mondom, hazamegyünk. Eszünk, kialusszuk magunkat. Ah, egy kicsit még tévézni kell, mert rossz a hangulatunk. Viszont így megy el a kajánk is, meg a mindenünk. Na jó, van, elég volt ebből ennyi. Most ma aludjunk. Na. Hát srácok. Mit mondjak? Felébredtünk. Mert kajásak vagyunk, viszont
ki is vagyunk pihenve. Úgyhogy most itt megkajázunk. Megeszünk két húsit, tere legyünk. És... innen folytatjuk legközelebb. Addig is. Jók lehetek. Sziasztok. Csáááá.